Fiúk, most fel fogunk itt deríteni dobogókőn egy elhagyatott épületet. Parázol egy kicsit? Nem. Nem gondolod, hogy félelmetes lesz? Egy kicsit. Na, mit szólsz hozzá, Peti? Elég nagy rom. Megnézzük belülről is? Igen. Ez a volt Nimród szálloda, ez valamikor egy luxus szálloda volt egyébként. Most néztem a leírást, ezt 71-ben adták át. A korának egy nagyon jó kis szállodája volt, akkor szauna és egyéb wellness szolgáltatások is voltak. Most be fogunk menni, és körülnézzünk, hogy milyen állapotban maradt meg ez nekünk. Ha jól tudom, 2008 óta üresen áll. Hogy tetszik, Peti? Nagyon. Izgalmas? Igen. Körülnézzünk? Igen. Menjünk el először arra, szerintem balra. Mit szólsz? Ez valami közösségi tér lehetett. Majd megpróbálok utólag képeket keresni róla, hogy talán össze lehessen vetni a jelenkori állapotot. Hát itt látszik, hogy az álmennyezetet lelopták már. Ugye mindent visznek, ami nincs lebetonozva, de innen szerintem még azt is elvitték, ami le van. Hát eléggé szétverték, 15 év elég volt hozzá. Ez szerintem tuti a konyha lehetett, ugye? Igen. Az üvege kitörve. Az ott egy... Óvatosan gyere, vigyázz, szögre, üvegre vigyázz. Ja. Remélem találunk valami olyan dolgot, ami kicsit visszavisz minket az időbe. Vigyázz, mert az ilyekre rendszeresen bejárnak vécézni az emberek, nehogy valami belelépjünk, ami nem hegyes, de kellemetlen. Hát ez lehetett itt a konyha, ez egy elszívó, az egyértelmű látszik. Itt a kürtője, ott a légvezetékek mindenhol. Ott ment ugye a szellőzőrendszer. Lenézzünk itt a pincébe? Hát, lámpánk. Figyelj, lámpánk van. Hát ez a lépcső azért még elég stabilnak látszik. Ez szerintem egy betonszerkezet, nem hiszem, hogy rádul a fejünkre. 15 évet biztosan kibír még így is. Nem tudom, ez milyen helység lehetett itt. Erre viszont vigyázzál, mert ez biztos, hogy ki van idegileg. Erre ne lépjél rá. Szerintem ide lépjél ki oldalra. Kicsit leveszek ebből a sárgából. Tüdös van. És... Tüdös van? Aha. Nagyon büdös? Igen. Hát ezek talán ilyen raktárok voltak, vagy valami külön, én arra tippelek. Sepet cseré. Vagy valami üzemi helységek. Nagyon figyelj a lábad elé, Peti. Jó. Nem menjünk valami, fel. Megyünk fel mindjárt. Merre jöttünk? Arról, várjál, itt van egy hatalmas víztartály, ezt még nézzük meg ezt a helységet. Én nem megyek be. Nem, ide már nem mersz bejönni? Nem. Hatalmas, gondolom itt mehetett valamikor a... Talán, de ez csak egy tipp. Itt a vízmelegítő rendszer, hát ez egy elég nagy boilernek tűnik így ránézésre. Kicsit több fényt adok. Nagyon le van lakva. Hát 15 év alatt azért szépen lepukkantak itt a dolgok. Oké, akkor hát menjünk föl. Hol kerültünk ide fel? Hát ide jöttünk fel, körbe. Hátul elmentünk a konyhába, és azért nem ott vagyunk, ahol eredetileg érkeztünk. Hát gondolom, itt valami terasz. Volt. Valami üveges terasz lehetett egyébként. Ez 71-ben, ez egy nagyon, nagyon szerintem tényleg jól nézhetett itt ki. Gondolom, itt még ekkorák nem lehettek akkora fák. De itt az útra volt a kilátása, jól látom. Ha egyáltalán akkor még itt volt az út. Itt egy parkoló lehet, de hát nyilván itt az aszfaltot csarakták azóta rendben. Rendbe. Itt szerintem ez egy nagyon kellemes kis étterem volt, ez nagyon kellemes lehetett itt kajálni valamikor, amikor ez még toppon volt ez a hely. Ennyit kellene, hogy beszéljek. Hát nem tudok rájönni, hogy melyik helység mi lehetett. Menjünk tovább. Itt úgy látszik, hogy lambéria lehetett a fal. Igen, itt vannak a lambéria lécek, itt a lambériának a fanyag, az valaki leszette.
mert nem hiszem, hogy az így ledőlt a falról. Hát itt is vannak székek. Hú, hát egy nagyon szép pillangó, ezt láttátok, hogy pont szembe sütött a nap. Ez talán a... Ez mi? Szúnyogháló. Nézzétek itt egy... Ez lehetett talán a lobby. Ez egy pult lehetett itt valamikor, lehet itt volt a lobby, de ez csak egy tipp, mert igazából semmi nincs, ami felvezetésen. Viszont csempa még egyben. Viszont rengeteg üvegcserép van mindenhol a lábunk alatt, kivették az összes üveget. Ott pedig egy világító udvar van, látszik az üvegkupola, de nem tudom, hogy az a fény hova vezet be, majd ott a másik oldalon megnézzük. Majd kijövünk a másik oldalon körbe, és akkor megnézzük, hogy ott alul mi van. Ja. Itt egy terasz volt mindenképpen, és ott is. De mégis a csempa egy nap alatt a földön. Hát a földön igen, de ez inkább nem is csempe. Járólag. Itt majd lemegyünk a végén, megnézzük. Hát ugye valamikor itt volt egy lift. Ugye megnézzük a liftaknát. De most látom igazból, hogy hogy néz ki a liftaknak. Hát a liftaknál a föld nem tudsz lenézni, vigyázz, de... Vigyázz, lemeltsed. Igyekszem. Mondjuk lehelyteni nem tudom, mert tele van törmelék, az ki is tudnám venni. Ne? Hát itt a másik lift ajtó, ahogy nézem. És ugye itt a liftakna. Tegyünk rá egy kis extra fényt. Nézzük meg a tetejét. Tehát itt a liftakna. Azért ott van fönn maga a lift. Ne látszik. Menjünk tovább. Ezek kis hűtőszekrények? Mindig nézem a lábamat, hogy benne nem állt bele. Ezek valami kis hűtők voltak, igen. Vagy mikró. Nem, ez hűtő. Ott vannak bordák hátul. Hát, elég sok egyforma matrac van. Félsz? Visszavonom, amit előbb mondtam pár perc. Már inkább félelmetes kezd lenni? Igen. Mi a félelmed? Mitől félsz? Ránk omlik? Igen. Ez talán öltöző lehetett? Itt szekrények voltak, az biztos porcos szekrények, lehet, hogy ez valami személyzeti öltöző volt. Szóval, itt szerintem egy vízcsap lehetett. Ott is van a vízcsap a sorokban. Látjátok? Ezek vagy irat szekrények voltak, vagy öltöző szekrények, nem tudom. Ott öltöző szekrény, mert ott látszik egy fogas, tehát be lehetett... És ez itt meg vagy itt valami zuhany, vagy nem tudom. Zuhanynak pici szerintem, itt egy mozsó volt, egy csaptelep volt, és ez a fal ugye azért volt, hogy ne fröcsögjön szana szét a víz. Ott van még a szappantartója. Ott a szappantartó is. Na, fölmegyünk, megnézzük? Jó. Mit mondasz? Félek. Félsz? De azért menjünk? Aha. Hát volt egy QR kód, és ilyen vonalkód, azt majd leolvasom. Meg mi lehetett az? Így gyere belül a fal mellett, jó? A fal mellett miért? Aha. Mi? Hogyha ledől, bebírunk kapaszkodni. Hát ha ledől, akkor mindegy. De nem hiszem, hogy ez olyan könnyen ledől. Ja, mondjuk, hogyha eddig kibír, te csak most is kibír. Mondom, itt voltak valamikor a szobák. De nézzük meg egyet. Arra mi van? Hát szobák vannak ez. De ott meg terasz. Hát ott volt egy terasz valamikor. Megnézzük? Előre te meg. Megyek előre. Ez volt a vizes helység. A 100% ugye ki van csempézve. Gondolom itt volt a WC zuhanyzó. Hát ez valami kis szoba lehetett, de mondjuk a mai szállodákban is egy csomóban nincs. Ott meg a WC tartály. És ugye itt van az erkély. És ugye ez, amit az előbb néztünk, gyakorlatilag... Próbálok nem a üvegekre lépni. Jó. Ne gyere ki ilyet. Tehát ez az a terasz, amit az előbb néztünk, azzal az üvegtetővel innen fentről. Hát itt a... Talán ez egy ágyas szoba lehetett, mert vagy elvitték a másik ágykeretet. Menjünk vissza. Még a tapétát is leszették a falról. Vagy lerohadt. Gyere, még nézzünk körül, hát ha találunk valami érdekeset. Én már feljebb nem merek menni. Hát, tehát ide följött a lift valamikor. Még olyan ott voltunk lenne az előbb. Mindig feljebb van. És ugye itt vagyunk most.
Én nem megyek közelebb a liftoknálhoz. Hát egyet még menjünk fel szerintem. Gyere, kapjuk össze magunkat. Térisznyom van, tudod. Nekem is térisznyom van, de azért gyere a fal mellett. Így, meg nem látod a mélységet, tehát így nem zavaró. Ha a fal mellett ülsz, akkor nem látod a mélységet. De zavaró, mert tudom, hogy mélység van. És följöttük. Amúgy egy ilyen, azért ahhoz képest vékony kis lap, hogy bírt megtartani ezt a nehéz súlyt? Melyik, mire gondolsz? Tudod, azért ahhoz képest eléggé. Mert vasbeton szerkezet. Ez, mi az a vasbeton? Vasbeton az az, hogy egy fémháló van, gyakorlatilag ilyen vastag, újnyi vastag fém, vasudakból. Újnyi? Ja, mind az ujjam körülbelül olyanokból, úgy hívják, hogy betonvas, azok össze vannak fűzve, egyébként még ilyen vékonyabb hálót is szoktak beletenni. És ráöntik. Egy zsalóanyagot tesznek, egy lapot, és ráöntik, hogy ne tudjon lecsöpögni a beton, ráöntik a betont, és amikor megszilárdul, akkor egy nagyon erős szerkezetet képez. Mondom, hogy járnak még ide graffitizni. Úgyhogy ez szerintem még itt fog állni 50-100 év múlva is. Tényleg. Aha. Csak talán egy kicsit romosabb állapotban. Próbálok egy olyan szobát, mert gyakorlatilag minden szét van borogatva itt. Próbálok egy kis fényt tenni. Szinte nem is maradt semmi égben. Igen. Ezt meg hogy halították így el? Nem tudom. Hogy ez fa? Ez egy fa, ez egy ajtó. Ezt valaki eltörte. Akkor meg hogy hajolt meg? Te minden szét van verve. Igazság szerint nem is értem, hogy de szép ez a emberek idejöttek, hogy gondolom, minden kiverték egyébként, amit tudták, a szanitereket, tehát ellopták a WC-kagylókat, a csaptelepeket, és időnként elég barbár munkát végeztek, és gondolom időnként összetört. Próbálok keresni valami dekorációt, vagy valami irodába papírokat, de én nem megyek oda. Ó, ez dupla ágy. Én már nem megyek be oda. Jó? Ebből a szobából azért nagyon szép volt a kilátás, azt valljuk be. Már megnézem inkább a másik oldalt, mert itt belesült a kamerában nap. És akkor lejjebb megyünk a közalatta lévő szintre. Itt legalább a lépcső, az itt nem kell tériszony. Ja, és? Valószínűleg ez egy ilyen melléklépcső volt, bár ez csak tipp. Ugye az a másik, az az épület közepén jött föl. Ilyenkor... Belegondolsz, hogy itt valamikor lehet egy pár feküdt itt. Nagyon szerették egymást, tök jól érezték magukat itt ki, eljöttek egy hétre kikapcsolódni, tök érdekes, nem? Jaj, ha pont akkor gyulladt ki ez az egész. De itt, mikor gyulladt? Itt azért ez üzemelt, ez a szálloda, akárhogy is nézzük, 71-től 2008-ig, ha jól tudom. És mikor gyulladt ki? 37 év alatt azért rengeteg ember megfordulhatott. Nem tudom, hogy a tűz mikor ütött ki. És itt jött. Na, itt van egy borsodi. Ja, de ez egy kőbányai egyébként. A korkőbányai. Hát most csak gyakorlatilag a romokat tudtuk fölvenni. Azt hittem, hogy itt... Ó. Ez mi? Ja, ez a tetőterem, azt gondolom. Ja, nem tetőterem. És itt van alattunk a konyha. Amit ugye lentről néztünk. Ott egy nagy bojler. De ezt fel se tűnt, mikor nem voltam az előbb. Hol? Ott egy hűtőszekrény. Ja. Onnan néztünk fel, néztük azt a szellőzőrendszert, néztük lent alulról. Ja. Na gyere, menjünk vissza. És ott ugye egyértelműen nem tudom, mennyire lehet kivenni. Hogy? Tűz volt. Mindjárt. Ott már látszik is a tűz. Belemegyítok egy kicsit. Ez itt korom? Ott azért látszik a... Apa, ez itt az a fekete mi? Hogy? Ez itt mi? Korom? Igen, hát igen, ez valami elszenesedett. Az pedig egy poloska. Hol? Ott. Egyetlen túlélő. Az egyetlen túlélő. Az egyetlen túlélője a tűzvésznek. Itt egy alapítványnak. És elszakítottam, mert volt rajta súly. Nem, ez már abban szakadt volt. Nézzük meg, hogy mi van ráírva. De érdekes, hogy egyébként azt kerestem végig, hogy legyenek ilyen dokumentumok, de gyakorlatilag ezt az egyet találtam. Megcsiger a csikket. Azt mondja, hogy... Kérésük szerint kollégám összeállított egy menüanyját, tehát 2002. május 15 és 17 között szállodánkban tartandó rendezvényre, amelyet a mellékletben küldök el, remélem az ételek elnyerik tetszésüket, természetesen igény szerint bármit tudunk változtatni, módosítani. Üdvözlettel, Török Anna. És itt a dátum, dobogókő, 2002. március 26. 2002-es. Na, végre találtunk valamit.
ami régi. De ez így érdekes, nem? Hogy ez 21 évvel ezelőtt írták, és akkor ez még itt üzemelt. Ja. Még sem. Nem is sejtették, hogy ez fog. Úgyhogy ez talán itt volt valami. Várja, ott is van. Ezzel szivacsos dolgokhoz nem... Ne nyúlja. Aha, nézzük meg ezek micsodák. Itt van több papír is. Nem, mert meg üveg is van ott. Gyere, ezeket nézzük meg. Próbáljuk megkideríteni, hogy ezekben mi van. Egy kis kordokumentum a helyről. Azt mondja, hogy... Ez nagyon szennyezett. Van egy használt zsepim. Na, próbáljuk meg azért elolvasni. Tisztelt Gyöngyi! Várjál ezt a fogalmat! Figyelj! Azt kapd el, Peti! Csak lép rá! Azt mondja, hogy tisztelt Sejem Gyöngyi, remélem nem sértődik meg, hogy bemondtam a nevet, úrasszony részére érdeklődését szállodánk szolgáltatás iránt köszönettel vettük, mellékletben megküldöm április 24-26-ig rendezvényünkkel kapcsolatos ár és menü ajánlatunkat. Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bárminemű kérdése kérése merülne fel, kérem fordulj hozzánk bizalommal, remélem ajánlatunk megfelel az elképzelésének, és hamarosan szállodánkban köszöntetjük őt. Üdvözlettel Mező Mihály, Dobogókő 2001, ha jól látom, 3. hó 15. Aztán még találtunk egy... Talán 22 éve. Várjál, itt vagyunk, nézd csak meg! Hoppá! Na, egy terve. Konferencia termek. Hoppá, van térképünk. Na most, így ennek a fényében végig. Igen, a étteremben. Oké, okay, akkor ezt majd vigyük, menjünk. Azon, hogy az étterem volt. Akkor körbejárjuk ezzel, megnézzük. Aha. Itt van a lépcső, azt látjuk, ez az a lépcső. És itt pedig ez a lépcső, amit most mutatok, az pedig ugye ott van. Na menjünk végig akkor így a helyiségen, és akkor így egy kicsit. Ugye itt ír 3 darab 9 négyzetméteres helységet, amik igen, most itt vannak, de nem 9 méter, bocsánat, ez a falhoz, nem baj, hadd legyen, ez a falhoz. Ciao, csak nem títs felderítésbe. Megtaláltuk az alaprajzát a helynek. Hát, még nincs, de megtaláltunk ilyen korabeli rendeléseket 2001-ből, de végigmentük az egész egységet, mondom, hogy hátra találunk valamit, és itt van ugye, megtaláltuk az alaprajzát. Aha, tényleg. Ott volt a kupac alatt, ott észrevettem egy kis papírfesznit. És pont ezért jöttünk be, hogy csinálunk egy videót, és találunk valami személyes dolgot, vagy valamit, ami a helyre utal, de egyébként körbejártuk már az egészet, és itt találtunk aztán a legvégén egy papírt. Nem egy papírt. Igen? Na, menjünk? Igen. Akkor menjünk. Vigyázz ott, Peti. Jó, csak fokozok. És akkor itt van, aztán most már rájöttem, hogy egyébként ez a 16 négyzetméter, az 16 méter a papíron, csak én automatikusan, hogyha megláttam ezt a jelölést. Négyzetméterre gondolom. Ezek a falak voltak akkor itt az alaprajz szerint, ezek 6x9-es, illetve itt középen ez egy 6,5x9-es helység volt. Hát funkciója szerint konferencia termek voltak. És a folyosó végén balra lesz egy nagy étterem, és jobbra pedig, hát csak azt látjuk, hogy 15x17 méter, mert hogy ablaksor, azt nem látjuk, hogy ennek mi a funkciója. Tehát itt van ugye a másik ilyen helység, ott van a könnyű szerkezetes, valamit szétvertek, és akkor itt van ez az úgynevezett étterem. Ez itt az étterem. Ja, ahol bejöttünk. Ami, ha jól látom, 17 méter szélesnek biztos, hogy megvan, ezt a hosszát nem látjuk, de ez is. Itt már voltunk, de hát akkor majd másfelembe felvesszük. És ugye látszik, hogy mások is felderítik itt a helyet. Majd nem fordítom rájuk a kamerát, mert nem tudom, hogy akarnak-e YouTube videóba szerepelni. Sziasztok! Sziasztok! És akkor itt van ez a 15x17-es az alaprajz szerint, de nem tudom, mi lehetett a funkciója.
Valószínű, hogy ez egy ilyen teraszos... Hát nincsen rajta. Üvegteraszos étterem volt. Nincs rajta, csak a méret. És akkor ez egy bár volt, most már akkor megtudtuk, ez nem a lobby volt, hanem ez volt a bár. Ez egy bárpult volt. Itt valamikor emberek ittak, és jól érezték magukat. Valamikor. Azt hiszem, amit lehetett, kihoztuk ebből a dologból, nem? De. Hogy tetszett? Nagyon. Mehetünk? Nem akarok. Hát itt most mi befejezzük itt a felderítést. Még videón kívül még egy-két fotót fogunk készíteni. Hát nem tudom, mennyire tetszett nektek. Mi azért jól szórakoztunk. Sziasztok! Sziasztok!